Köszöntöm nézőinket, Önök Telen a magazinunkat látják. Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. Táblaavatás. Egykori vitézek előtt tisztelektek. Guld Ádám. A média kutató életútját ismertük meg közelebbről. Őszi dekorációk. Tököt faragtak, lámpásokat készítettek. Kiberbűnözés. Mit tehetünk ellene? A Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a város együttműködésének köszönhetően emléktáblát avattak a Szent István Katolikus Gimnáziumnál. A település egykori vitézeinek tiszteletére került a tábla az intézmény falára. Hiszek egy Istenben. Hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában. Ez az én vallásom, ez az én életem, ezért a keresztet vállaimra veszem, ezért magamat is reá feszítetem. Szeretném harsogni kétkedők fülébe, szeretném égetni reszketők lelkébe, lángbetűkkel írni véres magyar égre. Ez a hit, a fegyver, hatalom és élet. Ezzel porba zúzod minden ellenséged. Ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogót sejmére. Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe. Halottak országát feltámasztod véle. Különleges alkalomból avattak emléktáblát a gimnáziumnál, tisztelegve a majd 100 évvel ezelőtt élt vitézek előtt. Na. Tolna megyei Honvéd Hagyományőrző Egyesületnek a szervezetének a meghívására érkeztünk erre a rendezvényre. Az 1920 és 1938 közötti tolnai vitézek emlékére egy táblát fogunk felavatni. Ezen a szép patinás épületen, amelyik honvéd laktanyaként működött régen, jelen pillanatban oktatási intézmény. Lévai Miklós, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke fejtette ki, mit is jelent maga a szó vitéz. Mit szimbolizál? Miért fontos ez a magyarságnak? Ez a vitéz szó a magyarban nagyon nagy töltöttséggel bír. Egy olyan katonára illik a vitéz szó, aki vitézül megharcolta a maga csatáját, harcát, és kiérdemelte azt, hogy a katona mellett vitéz katonaként is méltassák. Hát ennek nagyobb tartalma van talán, ennek a szónak, mint amit naponta elmondunk. Az, hogy a nagyháború után egy szervezetet hoztak létre, hogy elismerjék azoknak az akár egyszerű földműves embereknek, kézműveseknek, de akár képzett katonatiszteknek is, vagy diplomás embereknek a szolgálatát, amit a haza érdekében tett, sokszor élete feláldozásával, ezért hozták létre ezt a vitézi címet a vitézi rend keretében. Mivel a vitézi rend főkapitánya és a Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka egy és ugyanaz a személy volt, így kötődünk ehhez a szervezethez is. A mai korban a fiatalságnak nehéz talán megérteni, hogy mit jelentettek elődeinknek, egész országunknak, nemzetünknek ez a két nagy háború. Óriási veszteséget, amit csak a tanulmányaikból papírra vetve, a mai korban pedig akár az okostelefonon, akár a számítógépen, a tableten nézhetnek róla filmeket, adatokat, visszaemlékezéseket. Reméljük, hogy meg is teszik. Nagyon bízom benne, hogy ez az emléktábla az itt tanuló diákoknak hétfőn egy megállási pontot fog jelenteni. Kíváncsiságból először is, hogy miért kerül, mi az a fekete tábla a falon, majd elolvasva a neveket talán rákérdeznek, vagy utána keresnek, hogy mit jelent az a kis V betű a nevek előtt, és ezek a nevek mit jelentenek. Tolna városának biztos, hogy sokat, hiszen saját szülöttei, saját lakosainak állít emléket. Vannak köznapi hőseink is. Nem kell ahhoz sem vértáldozni, sem meghalni, hogy valaki
hősiesen szolgálja hazáját. Mi igyekszünk a magunk tudása, képességei, lehetőségei szerint megtenni ezt a szolgálatot, annélkül, hogy elvárnánk, hogy hősé vagy vitézé nevezzenek bennünket. Nem elcsépelt dolog, azt mondom, hogy a múlt tiszteletét kell, hogy kiváltsa. Ezért is mondtam, hogy ha utána néz, hogy mit jelent az a kis V betű a nevük előtt, ha utána néz, hogy a nevek mögött milyen élet rejtőzik, és hogy mit tett azért, hogy erre az emléktáblára kerüljön, akkor talán a hazánk, nemzetünk történetéből egy pici morzsát magáévá tesz. És az is elcsépelt lehet és közhely, hogy a múlt ismerete nélkül nincsen jelenünk és nincsen jövőnk. De ez valóban így van. Mondogassuk sokszor, nem baj. De higgyük, és tegyük is így. 11 vitéz neve került fel a táblára. Életükről, a történeti háttérről Link Judit beszélt. Tőle tudtuk meg, milyen feltételei voltak annak, hogy valaki kiérdemelhesse a már említett V betűt. A vitézi szék nyilvánította ki aztán, hogy az általa érdemesnek tartott emberek vitézi rendbe tömörüljenek. Tehát telket is kaptak, elismerést is kaptak. A vitézi rendbe felvétel szerint lehetett jelentkezni, a következők szerint. Aki a szervezeti szabályzatban előírt kitüntetéssel rendelkeztek, tehát hősök voltak, ez a legénységi állományoknál legalább nagy ezüst vitézségi érem volt. Fedhetetlen előéletűek, erkölcsösek, testben, lélekben egészségesek, és lélekben ízig-vérig magyar érzelműek. A felvételt kérelmezni kellett, a jóváhagyást a vitézi szék mondta ki. 1939-ben volt az utolsó díszes avatás, igaz a II. Világháborúban is avattak vitézeket, de nem ünnepség keretében. A II. Világháború után sajnos nagyon sok vitéznek emigrálnia kellett, ugye a szovjet betörés miatt, és külföldön alapítottak csoportokat. 1992-ben jött el az az idő, amikor visszatérhettek a rendszerváltás után, és a magyarországi szervezetet újra megalapíthatták. A leleplezést követően áldást mondott Sipos Judit Éva református lelkész, majd a táblát Nagy Norbert, a plébánia vezetője szentelte meg. Guld Ádám médiakutató, kommunikációs szakember volt a Tolnai és Mözsi Arcok főszereplője október 24-én a Magházban. Bejárt életútján felül szóba került a média használat és a függőség. Okos eszközök használata, valamint kapcsolataink az online térben. Médiakutatóként én a társadalomtudomány és a kultúratudomány területéről jövök. Ebben a két tudományos keretben értelmezem a kortárs médiának az aktuális jelentőségeit. Az én munkámnak alapvetően két fókusz van. Egyfelől az ifjúsági média használat, az ifjúsági kommunikáció az, ami elsősorban foglalkoztat, másodszorban pedig a médiában megszerezhető ismertség és hírnév. Én tősgyökeres tolnaiként, édesapám és édesanyám családjában is hagyományosan tolnai német származású sváb, főleg hajós felmenő nőkkel rendelkező tolnai szülöttként kötődöm erősen ehhez a városhoz. A gyerekkorom is nagy részt itt zajlott, aztán a középiskolát már Szekszárdon a Garai János gimnáziumban végeztem, és most jelenleg a pályám során inkább Pécshez és Budapesthez kötődöm, de nem szakadtam el a szülővárosomtól sem. Nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy az elmúlt években nem csak az országon belül, de hogy a határokon túl is nagyon sok felkérést kapok, elsősorban Erdélyből, de most már a Felvidékről is, éppen a jövő hét után fogok
Csehországba utazni, ahol egy brünói magyar közösség kért fel egy előadásra. Egy beszélgetés lesz a program első pontja, ahol nagyjából a pályámat, annak fontosabb eseményei próbáljuk meg felidézni. Majd ezt követően a közönség bevonásával egy kötetlen beszélgetésben fogunk arra a kérdésre, azokra a kérdésekre választ adni, hogy az ifjúsági média használattal kapcsolatban milyen aktuális jelenségekre kell figyelni. Ugye az elmúlt néhány évtizedben most már felnőtt két olyan generáció is, az Z és az Alfa generáció, amely beleszületett a digitális forradalomba, alapvetően online éli az életét, nagyon sok időt tölt el különböző képernyők társaságában. Ezek mind-mind olyan kérdések, amik akár a jelenlévőket is szülőként, nagyszülőként, vagy csak érdeklődőként is foglalkoztathatják. A társadalmat, a kultúrát mindig a fiatalok érdeklik a legjobban. Egyfelől azért, mert ők a gyermekkorúak, ők azok, akik nagyon nagy kitettséggel vannak jelen a társadalomban, nagyon sok a veszély, nagyon sok a problémás kérdés, amit ebben a kontextusban is érdemes megoldani. De való igaz, hogy az elmúlt nagyjából másfél évben én is érzékelek egy növekvő érdeklődést azzal kapcsolatban, hogy az idősek vajon mit csinálnak a médiában. Ez azért is izgalmas kérdés, mert hogy ők is rengeteg időt töltenek képernyő előtt, főleg azok az idősebb, inaktív tagjai a társadalomnak, aki nyugdíjasként sokszor csak egy képernyőn keresztül tud például a saját családtagjaival is kapcsolatba kerülni. Ma már minden generáció média függő, azt mondhatjuk, elképesztő sok időt töltünk el a különböző képernyők előtt. A fiatalok esetében ez azért egy hangsúlyos kérdés, mert a korábbi generációk, Z és Alfa generációnál idősebb korosztályok még offline környezetben szocializálódtak. Ez azt jelenti, hogy például én is Y generációsként még játszottam az utcán, lent találkoztunk az ismerősökkel a Tolnai Dunaparton, és egész nyarakat töltöttünk a szabadban. Ez az a tényező, ami nagyon sokat változott az elmúlt nagyjából 15-20 évben. Ma a gyerekeknek a nagy része az idejét, a szabad idejét, az valamilyen médiafogyasztással tölti. A leggyakoribb kérdés az az, hogy hogyan lehet elősegíteni a gyermekek tudatos médiafejlődését, mit tehet egy szülő. Ezzel összefüggésben pedig a leggyakoribb kérdés az, hogy mennyit szabad engedni, és mennyit kell tiltani. Tehát a médiával eltöltött idő, a médiatartalom fogyasztásával eltöltött idő az, ami egy nagyon lényeges kérdésként szokott felmerülni. A nagy váltás jelenleg az általános iskolákban, illetve középiskolákban zajlik. Ugye a jelenlegi törvényi szabályozás ezekből az intézményekből a hétköznapokban kitiltotta az eszközöket, mert olyan értelemben, hogy a hallgatók, tanulók nem használhatják napközben. Én egyébként ezzel nagyon nagy mértékben egyetértek. Az elmúlt nagyjából 10-12 év kutatási tapasztalatai, azok az én meggyőződésemet is abban erősítették meg, hogy a médiának nincs helye az osztálytermekben, és elsősorban a közösségi médiára gondolok. Nagy mértékben összefügg ez a probléma azzal, hogy ezeket az eszközöket, illetve ezeket a felületeket nagyon sokszor a fiatalok nem okos eszközként, hanem digitális élettérként használják, vagyis ebben élik meg a személyes kapcsolatokat, nagyon sokszor a csoport identitás itt alakul ki, ahogy említettük már sokszor a szabadidőt is, ezeken a felületeken töltik, ebből valahogy meg kell próbálnunk őket kirángatni, adott esetben még olyan drasztikus megoldásokkal is, hogy bizonyos intézményekben már nem szabad ezeket az eszközöket használni. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola, Tolna, Deák Ferenc utca 5. Szeretnél egy szuper környezetben tanulni, ahol a színvonalas oktatás mellett az iskolai környezet már csak habatortán? Ahol minden nap az intézmény kapuit átlépve azt érezheted, hogy élmény a tanulás, örömmel tölt el ebben az iskolában való felkészülés, és a tudás elsajátítása a jövődre tekintve.
akkor itt a helyed a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium nyílt napjain. A 6 évfolyamos képzésnél október 4-én reggel 8 órától, majd az ezt követő szombati napon október 5-én 9-től 11 óráig várja a diákokat és szüleiket az iskola. A 4 évfolyamos képzésnél október 11-én pénteken reggel 8 órától, illetve az utána következő szombati napon október 12-én 9-től 11 óráig van lehetőség felfedezni ennek a remek oktatási intézménynek a világát. Gyertek és álmodjunk nagyot együtt a Csodák iskolájában! Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát, akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A Vasáru akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha Vasáru, akkor Bajai és Fia Vasútvar Tolnán, a Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. Remek őszi programot szervezett a Művelődési Központ. Kézműveskedéssel egybekötött tökfaragáson vettek részt október 27-én egy napsütéses délutánon kicsik és nagyok. Lámpásokat, karkötőt, díszes táblákat készítettek a lelkes alkotók. Hoztam, kinek milyen kedve van hozzá, és le kell festeni fehérre. A Halloween-i kézműves és tökfaragás címmel hirdetett a Tolnai Művelődési Központ ezen a vasárnapi napon egy kis családi programot. A kézműves foglalkozással kezdünk. Most éppen Halloween koszorút készítenek a gyerekek, Halloween karkötőt, kis képecskéket tudnak színezni, rajzolni, illetve lámpást csinálnak. Ez a Halloween igazából egy olyan ünnep, vagy egy olyan téma, amiben minden korosztály megtalálja a magának való tartalmat. Tehát a kicsitől a nagy is tud készíteni, meg hát kézműveskedni minden korosztályú gyerek szeret. Jelentkezést kellett előzetesen végrehajtani, és szerencsére nagyon gyorsan pár nap alatt be is telt a létszám. Úgy látszik, hogy tényleg nagyon népszerű, mert most ennek van az ideje, mindenhol kerülnek ki az ablakokba a töklámpások, és nagy szeretettel készítik a gyerekek is el a saját töklámpásaikat. Lesznek minták, tehát mindenkinek a saját elképzelésére van bízva, hogy milyen tököt akar kifaragni, tehát csak a fantázia szabhatár. A gyerekek élvezték az alkotói tevékenységet, szívesen készítették a kicsit rémisztő, de mókás dekorációkat. Befestettük, utána ráragasztottuk, utána kidészítettük. Először le kellett festeni, aztán kellett egy szalvétát ráragasztani, be kellett festeni, aztán rá kellett rakni ezt a pókhálót, aztán megint egy kicsi festék rá, és úgy kész. A
A délután fénypontja természetesen a tökfaragás volt, ami igazi csapatmunkává vált. A résztvevők terveztek, rajzoltak, fúrtak, faragtak, míg minden tök tökéletes nem lett. Az interneten elkövetett bűncselekmények száma rohamosan növekszik. Sajnos a mai világban elkerülhetetlen, hogy valamilyen formában ne használjuk az internetet, illetve hogy ne tartsunk kapcsolatot ezen keresztül. Ennek a világnak könnyen áldozataivá eshetünk, ha nem vagyunk eléggé körültekintőek. Kiberbűnözés, ennek megelőzése és felvilágosítása kapcsán tartottak előadást az érdeklődőknek Tolnán, a Művelődési Központban Buda Bernadett és Pótárné Víznár Gyöngyi. Vannak olyan alkalmazások, ahol fizetni kell, ugye a YouTube-on is, hogyha fizettek, egyből nem dobáltanak a reklámokat, mert akkor már megfizettem az applikációnak az árát, mert nem én vagyok, nem nekem akarnak eladni semmit. Jó? Tehát a romantikus csalás kapcsán így tudják meg az elkövetők, hogy a hölgy egyedülálló, és így keresik fel. És bármilyen megmosolyogtatjuk a dolgot, bizony vannak olyanok, akik több millió forintot elutalnak ilyen katonának, orvosnak, aki nagyon szerelmes lesz a hölgybe. Jó? Befektetési ajánlatok lehetőséget. Ilyeneket nap, mint nap kapunk. Nem tudom, önök kapnak-e? Facebook is feldobálja, ugye, hogy ilyen nyeremény, olyan nyeremény, én vagyok a nem tudom hány százezredik kattintó, és akkor görgessek, és akkor hány százalékkal olcsóbban tudok vásárolni. Nagyon érdekes dolog ez a kiberbűnözés és az ezzel kapcsolatos dolgok. Én saját magam is tapasztaltam, hogy próbálkoznak nagyon sokszor telefonon, interneten keresztül a bankkártyához, bankszámlához hozzájutni a bűnözők, és nagyon jó dolognak tartom, hogy az időseknek is tartanak ilyen tájékoztatást, előadást, ugyanis ők nekik a legnehezebb ebben a modern világban már kivédeni ezeket a támadásokat. Az időseket jobban fenyegeti ez a bűnözési forma. A bűnmegelőzés keretén belül kiemelt témánk a kiberbűnözés. Hívtam neves szakembereket, hogy mondják el közvetlen a tapasztalatokat az idős csoporttársainak, mert nincs olyan napunk, hogy ne hallanánk arról, vagy ne olvasnánk arról, hogy becsapják az időseket, nem csak az időseket, hanem a fiatalokat is. Én azt gondolom, hogy az erővel dolgoztam, mindig a munkavédelem is azt szokta mondani, az ördög nem alszik, csak szundikál. És én ezzel azt szeretném jelezni, hogy ez a probléma az itt van. Minden nap velünk, minden órában itt van, és nagyon-nagyon szeretném a csoporttársaimat, nem csak a csoporttársaimat, hanem mindenkit, aki a mai előadásra eljön, hogy tudomásra jusson, hogy mit nem szabad csinálni, és mit kell figyelmen kívül hagyni, hogy ne legyünk áldozatok. Hogyan használjuk a bankkártyáinkat, hogyan vegyünk föl pénzt, meg ilyesmikről lesznek. Több éve megy már, ez talán harmadik vagy negyedik éve, hogy van ilyen előadás sorozatunk. Eleinte a közlekedésről, akkor a másik alkalommal a bűnmegelőzésről. Az internet világa lehet veszélytelen is, ha az ember elővigyázatosan használja azt. Önök a Tolnatáj Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!